Az utolsó kicsengetés, elballagtak a református iskola nyolcadikosai. Októberben tesznek esküt, megbízó leveleket adtak át a polgármesteri hivatalban. Bajnoki futam, a felújított pályán álltak rajthoz a modellezők. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió június 25-i keddi híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! Két osztály 54 diákja búcsúzott el szombat délelőtt az Orosházi Református iskolától. A nyolcadikosok még egyszer utoljára végigjárták az iskola épületét, majd zászlóval a kezükben átsétáltak a Petőfi Művelődési Központ színház termébe. Itt került sor teltház előtt a ballagási ünnepségre. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. A ballagó nyolcadikosok éveken át nap mint nap találkozhattak az iskolában ezzel a Szalkai Róbertné által felolvasott idézettel. Ezt is elvihették magukkal útra valóul a megszerzett tudás és élettapasztalat mellett. Megható ünnepséget vitt színpadra a református iskola két végzős osztálya június 22-én, a szülőket és hozzátartozókat a Petőfi Művelődési Központ színház terme fogadta. Nálunk kicsi a hely, és együtt nem tudunk ünnepélyes keretek között lenni, és a kultúrház ezt tudja nekünk biztosítani, hogy méltóképpen vegyünk búcsút a nyolcadikosainktól. Úgyhogy házon belül az iskolában végigballagunk a földszinten első-második emeleten, és akkor a nemzeti szint zászlóval és a református zászlóval pedig átjövünk a kultúrházba, és itt van az ünnepi elköszönő búcsúzó műsorunk. A mai korban kiemelkedő, hogy a búcsúzó 8. osztályok egy-egy képviselője és a tőlük elköszönő 7-esek szóvivője is fejből mondta el beszédét. Látszott, érződött, hogy a diákok rengeteget készültek erre a napra, és hogy a gondolatok a szívükből szólnak. Őszintén vallották, maradnának még az óvó féltő szárnyak alatt. Nagyon izgulok a mai nap miatt. Vártam már ezt a napot, csak sajnos mi nekünk el kell menjünk. Az iskolából a tantermek nagyon fognak hiányozni, az osztálytársak, a tanárok, ezek az ilyen, amikhez hozzászoktam. Ugyanezen a napon ballagtak el a Vörös Marti iskola és az Ötvös Katolikus iskola diákjai, az utóbbiból 46 végzős. A polgármesteri hivatalban június 24-én átvették a megbízó levelüket a megválasztott képviselők. Októberben tesznek majd esküt, ekkor láthatnak hozzá a munkához. A polgármesteri hivatalban június 24-én átvette megbízó levelét két megválasztott önkormányzati képviselő, illetve a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők. Dr. Letavec Ilona, a helyi választási bizottság elnöke nyújtotta át megbízó levelüket a megválasztott képviselőknek. A harmadik számú választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltje Németh Béla kapta a legtöbb szavazatot. A 9. számú választókerületben a közösen Orosháza városáért lokálpatrióta mozgalom képviseletében Gulyás Szabó Krisztina szerzett mandátumot. A két megválasztott önkormányzati képviselő a június 18-ai ünnepélyes átadáson nem tudott jelen lenni. A megválasztott polgármester, a más választókerületek képviselői, a német és román nemzetiségi önkormányzati képviselők ekkor vették át megbízó levelüket. A roma képviselők a megbízó levelüket szintén június 24-én vették át. A roma nemzetiségi választásokon a CIKÖSZ jelöltjei szerezték meg mind az öt helyet. Malkócs Zoltán, Malkócs Melinda Renáta, Malkócsné Balogh Melinda, Radics Nóra és Balogné Szabó Anita szerzett mandátumot. Tekintettel arra, hogy a roma nemzetiségi önkormányzati képviselői választás eredményét megállapító helyi választási bizottsági határozattal szemben fellebbezést jelentettek be, ezt a fellebbezést a területi választási bizottság elbírálta, és annak jogerőre emelkedése 2024. június 17 napja volt, és a vonatkozó jogszabály szerint a jogerőre emelkedéstől számított 5 munkanapon belül kell a megbízó leveleket átadni, úgyhogy ennek a hivatalos mandátum átadása történt meg a mai napon. Dr. Burai Mihály elmondta, a jelenleg hivatalban lévő tisztségviselők megbízatása október 1-ig tart. A megválasztott képviselőtestület alakuló ülését október 1 és 15 közötti időpontra kell kitűzni. A polgármester és a képviselők ekkor tesznek esküt. A Gyulai Szakképzési Centrum orosházi díjátadója után a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Békés Csabai Szakképzési Centrum diákjait jutalmazta. A június 18-i eseményen összesen 14 tanuló és felkészítő tanáraik vették át ajándékaikat.
a szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi versenyen legjobban szereplő diákokat várták a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületébe. Ez a Szakmasztár Fesztivál egy háromfordulós szakmai verseny, a szakma kiváló tanulója verseny és az országos szakmai tanulmányi versenynek a döntője, tehát a versenye, ahol Békésvár megyében ebben az évben 524 tanuló indult el. Ebből az 524 tanulóból több mint 32-en jutottak az előválogatóba, ami közismert nevén a középdöntő, és mintegy 16 tanuló jutott be a döntőbe. A versenyen döntőbe jutott két orosházi diákot, Hegedűs Juditot és Jó Gergőt már az orosházi ünnepségen jutalmazták, így a június 18-ai eseményen a Békés Csabai Szakképzési Centrum 14 tanulója és felkészítő tanárai kaptak jutalmat. Szinte minden évben megismétlődik, hogy ez a Békés Csabai Szakképzési Centrum iskolái tanulói igen sikeresen szerepelnek az országos versenyeken. A köszöntők sorát dr. Orosz Tivadar nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, milyen nagy büszkeség a meghívott vendégek előtt állni. Ezt erősítette meg Locskó Pál is, a Szakképzési Centrum főigazgató helyettese is. A beszédek után a jutalmak átadása következett. Minden diák egy vásárlási utalványt és ajándékcsomagot kapott. Egy rendkívüli tanévvel az Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület fiataljai mögött, melyet az edzéseken túl fellépések, versenyek és különböző események tettek mozgalmassá. Június 20-án a Petőfi Művelődési Központ színház termében is bemutatták a tanultakat. Minden korcsoport egyszerre vonult a színpadra az Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület tanévzáró műsorának megkezdéseként. Június 20-án ugyanis a Petőfi Művelődési Központban mutatták be közönségüknek, hogy mit is tanultak az elmúlt hónapok során. Ezek az elmúlt hónapok pedig igencsak mozgalmasan alakultak az életükben. Vezetőedzőjük Zsemberi Barát Beáta ugyanis anyai örömök elé nézett, így edzői tevékenységét jelenleg szünetelteti. Így sem vette le a kezét a csapatról, így ő értékelte nekünk az elmúlt hónapok történéseit. Mint mondta, rendkívül mozgalmas időszakon vannak túl, a lányoknak szinte minden hétvégén volt fellépése vagy versenye. Utóbbiak közül kiemelkedik pár héttel korábbról a Candy Dance Cup, ahol a szép eredmények és minősítések mellett kiemelkedő tánciskola külön díjjal zártak, de Szolnokról és Püspökladányról is elégedetten térhettek haza. Nekünk a helyi fellépések mindig ilyen szívünk csücskei, hiszen azért csak itt tudjuk megmutatni saját ismerőseinknek, rokonainknak azt, hogy mit tanultunk ez idáig. Főként a sulis fellépéseket szeretik a lányok, hiszen ott azért mégis lehet akkor toborozni, és akkor a gyerekek lelkesek, érdeklődnek. Munkáját a sok éves tapasztalattal rendelkező, jelenleg is aktív versenyző Galambos Adrián segíti, de az Egyesület Senior Korcsoportban versenyző sportolói Lőrinc Dorina és Becsei Réka is tevékeny szerepet vállalnak a felkészülés, az edzések, a fellépések levezénylése, valamint a versenyek terén. Szorgalmas munkájuk pedig meghozta a gyümölcsét. Csütörtök este a kisebbek és a nagyobbak is megmutathatták magukat, minden olyan koreográfiát színpadra vittek, amivel a tanév során dolgoztak, a közönség pedig szeretettel és biztató tapssal fogadta a bemutatókat. Igazi babobarát környezet fogadta a kisgyermekes családokat a Művelődési Központban Szalóki Ági Baba koncertjén. A múlt csütörtöki alkalom nem egy klasszikus koncert volt, hanem olyan közös munka, amelyhez a szülők és gyerekek aktivitására egyaránt szükség volt. Háromszoros fonogram és Liszt Ferenc díjas Szalóki Ági hazaérkezett Békés vármegyébe, apai nagyszülei ugyanis erről a vidékről származnak. A művésznő úgy fogalmazott, itt mindig másképp er a szíve. Annyi biztos, hogy mindvégig hatalmas lelkesedés látszódott az arcán az orosházi anyukák és gyerekek nagy örömére. Nagyon jól éreztük magunkat, a kislányom is nagyon élvezte, és örülünk, hogy itt lehettünk. Mennyire voltak ismertek ezek a dalok, mondókák? Ezeket a mondókákat a legtöbbet már a kerekítőről is ismertük, illetve a kislányom is már tudja őket, szóval nagyon jól érezte magát. A művésznő arra búzított mindenkit, hogy adja át magát a közös éneklések és mondókázások örömének. Elárulta, számára elsősorban az anyukák edukációja fontos. Ha ők megismerik és a hétköznapok részévé teszik az ölbeli játékokat, gyermekeik nagyon jól járnak. Köszönhetően számos zenésznek és néprajzkutatónak, zenepedagógusnak az utóbbi 20-30 évben ezeket az ölbeli játékokat, mondókákat nem engedtük eltűnni.
de az látható, hogy mint sok a nagyszüleink, dédszüleink számára természetes dolgot, amely védi a testi és lelki épségünket, egy kicsit mesterségesen kell fenntartani. Ezek a mondókák segítik a beszédindulást, javítják a memóriát, a hozzájuk tartozó feladatok pedig a mozgásfejlődést segítik. Közben pedig épül az a bizalmi kapcsolat, amely később a gyermek egész életét meghatározza. A koncert a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg. A modellezők bajnoki futamon versenyeztek Orosházán. A felújított pályán elektromos és belső égésű motoros autókkal is rajtozáltak. Versenyautók köröztek június 22-én és 23-án Rákóczi telepen. A sportpályán előbb edzésnapot, majd másnap versenynapot rendeztek. A házigazda Orosháza városi modellező és sportklub képviseletében Rosinski Norbert, az autós szakosztály vezetője mondta el a részleteket. A mai verseny a robbanó motoros, illetve elektromos magyar bajnokság második idei futama. Itt Orosházán a frissen aszfaltozott pályánkon. A versenyzők nagyon szeretik, mert nagyon jó minőségű lett az aszfalt, nagyon sima és nagyon gyorsak tudnak lenni rajta. 1.10-es és 1.8-as elektromos, valamint robbanó motoros autókkal versenyeznek 5 kategóriába, kezdőtől a profi kategóriáig. Rosinski Norbert kiemelte, az ország több pontjáról érkeztek versenyzők, a fővárosból, Pécsről és Orfűről is, valamennyien elégedetten vélekedtek az orosházi körülményekről. A vasárnapi versenyt edzésnap előzte meg, akkor forróságban köröztek, a verseny napján az eső kicsit közbeszólt, de idővel felszáradt a pálya. A modellező klub által használt aszfaltos versenypályát megadta az idő vasfoga. Egy ideig toldozták, foltozták az egyesület tagjai, de a hibákat már nem lehetett megfelelően korrigálni, egy új aszfaltréteg felhúzása jelentetett csak megoldást. Reményeik szerint a felújítás hosszú évekre jó feltételeket biztosít majd a további versenyzéshez. A megmérettetés végén több orosházi színekben induló versenyző is dobogóra állhatott. A részletekről az Oroscafén olvashatnak. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Az utolsó kicsengetés, elballagtak a református iskola 8-osai. Októberben tesznek esküt, megbízó leveleket adtak át a polgármesteri hivatalban. Bajnoki futam, a felújított pályán álltak rajthoz a modellezők. Önök az Orosházi Városi Televízió június 25-i keddi híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb pénteken várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!